Szeretettel köszöntök mindenkit, akik összegyűltünk most nagy hétben az Ötvös József Katolikus Iskola és Óvoda Húsvéti Misztérium játékára. A misztérium játékok eredete középkorra nyúlik vissza, amikor is a templomban kezdetben feltettek a papvendégek, úgymond megjelenítették a bibliai olvasmányok, illetve a pap prédikációjának elhangzott gondolatokat. Szóval olyan népszerűre tettek az idő során a misztérium játékok, hogy kiszorultak a templomból, mert már nem kértek el, hanem jöttek megnézni, és a templomok mellett a kilakszkéjére a főtereket adták elő, és akkor már civilek, férfiak és nők adjuk gyerekek. Misztérium játék kapcsolatban a karácsony ünnepkörhöz, kapcsolódott a húsvéti ünnepkörhöz. Most, mivel nagy hét van, húsvétra készülünk, nyilvánvalóan a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó, úgynevezett misztérium játékot, vagy kapcsoló játékot fogunk látni, hallani iskolának, illetve a kormány vásárban. Ahogy mondottam, nagy hét irányosságunkban most elmúlt vasárnapban kezdődött, amikor is Jézus Jeruzsálemi lerombolását ünnepeltük. Jézus Szamáriában vonult be Jeruzsálembe. Akkor még a nép örömmel fogadtak, énekeltek, hozzannáztak neki. A szamácsi bajlé bekerültek egy dunájukat, és támadnának meg. Ennek emlékére virágosságát a kerületes innen múlik vissza az elnevezése, hogy Pálmának megette Jézus tiszteletére. Mi, mivel a mi létünket elég valószínűleg Pálmának akarozni, egy hozzánk is gyerekek Pálmának, nekünk az hiszem, hogy annyi kapcsolatban van otthon, hogyha egyes néha. Évtizedek óta lélegezett a Pálmának a tárgát. De azon a vidéken, a Pálmának az minden napos növényi volt, úgy, hogy szépen növekedett, tehát nem volt probléma, ha leszedett róla egy árnak, az volt a kéznél való növény. Hát mi a pálma ára helyett a parkát szentelődő parkába tanultunk be virágosságot nem volt. A misztérium játék is van ezzel kezdődik, egy parkába gondolnak jelentett a gyerekek, és ezt a parkát most meg fogom szentelni. Azzal az imával, könyörögünk, mindenható örök Isten, szenteld meg áldásokkal ezeket az áldokat, hogy mi, akik most örvendezve végén Krisztus király nyomában, ő által egykor az örök Jeruzsálembe és eljussunk, aki él és uralkodik mindörökk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